Pio atya, miként én ismertem. Don Gabriele Amort atyakönyve. Bevezetés, avagy üdvözlet a magyar olvasónak. 26 éven keresztül jártam Pio atyához, így módon volt igazán megismerni őt. A két fő ok, ami hozzávezetett, semmi kétség, az volt, hogy részt vegyek az ő szentmiséjén, és hogy meggyónjak nála. Mind a mellett azért gyakran adódtak alkalmak a mélyebb megismerésre. Jézus és Mária áldását kérem mindazokra, akik olvasni fogják, illetve hozzájárultak a könyv megjelenéséhez és terjesztéséhez. Róma, 2010. november 11. Gabriele Amort. Don Amort, megírja Pio atya életrajzát? Oly sok éven keresztül járt hozzá, jól ismerte, megírhatna valamilyen személyes emléket is, melyet senki más nem ismer, még ha csak röviden is, elég 150 oldalnyi. Őszinte leszek, nem jelentett számomra fáradtságot, örömmel töltött el újra átfutni a nagyon kedves lelki atyám életét, akihez 1942 és 1968 között jártam. Örömmel gondoltam vissza találkozásainkra. Igazán nem hiszem, hogy bármi újat mondhatnék, semmi olyasmit, amit már nem mondtak volna el. Ha azonban ezáltal valamelyest hozzájárulhatok egy nagy szent, ismertebbé tételéhez, és kedvet ébresztek más, róla írt könyvek, főleg pedig az írásainak olvasásához, nagyon szívesen munkához látok. Annak ellenére, hogy már most tudom, az eredmény igen szerény lesz, túlságosan is szerény, ahhoz a személyiséghez mérten, akiről a könyv szól.